Az ünnepségen a Felsővárosi Általános Iskola diákjainak műsorát követően Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, a város címerében szereplő nyitott kapu a befogadást jelenti, azt, hogy a királyi város mindig szívesen látta a betelepülőket, mert az ő kultúrájuk, gazdasági szerepük Székesfehérvárt közösségként is gazdagabbá tette, és egyben köszönetet mondott a nemzetiségi önkormányzatnak, hogy megálmodta és létrehozta az emléktáblát. Nyitott a városkapu, és erre érdemes mindig felhívni a figyelmet. A nyitott városkapu az nyilván jelképez valamit, és ez a jelkép nem más, mint a befogadás. Az, hogy ez a közösség mindig is szeretettel várta azokat, akik saját kultúrájukat, nyelvüket, identitásukat hozták, és gazdagították ezt a közösséget. És ezen belül vannak olyan nemzetiségek, akik nagyon régóta élnek itt, és velünk, és gyakorlatilag bennünk. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke Schneider Éva visszatekintésében felidézte azt az időszakot, amely Székesfehérvár életében és a betelepülő német családok életében is meghatározóak voltak a középkortól napjainkig. Az emléktábla nem egy kiemelt személynek, nem egy kiemelt eseménynek állít emléket. Célunk az volt, hogy városunk minden német származású lakójának állítsunk emléket egy olyan épület falán, ami német alapokon nyugszik, és ami egykoron a Németek utcájában állt Székesfehérváron. Beszédében Schneider Éva még köszönetet mondott a város önkormányzatának, Nagy Edit szobrászművésznek és a már elhunyt ötletgazda Siklósi Gyula régész professzornak az emléktábla felállításában nyújtott segítségért, majd a szobor leleplezését követően elhelyezték a megemlékezés virágait.